Csá, haver, mi a helyzet? Semmi veled. Meg vagyok, figyelj már, készen állsz egy játékra? Milyen játék? Műsorvezető vagyok, és van itt egy játék. Szóval készen állsz-e? Na, mondom. Ismered az Anfieldot? Nem. Akkor Na, na jó. mindegy. Mindegy, akkor mondom a szabályokat. Dik. Ciao. Szevasz, mit csinálsz? Szóval, én egy műsorvezető vagyok, készen állsz egy játékra? Na? Nigga. Csá, haver, én műsorvezető vagyok, készen állsz egy játékra? Készen. Na, az a helyzet, hogy én itt iszogatok, és elmondok neked háromféle sörmárkát, el kell találnod. Ha nem találod el, akkor énekelned kell, és felteszek tőled egy kérdést. Ha eltalálod, feltesz tőlem egy kérdést, és én fogok neked énekelni. Jó. Be van ide csavarva, kérem szépen, hogy ne lássad, és akkor elmondok neked három darab sörmárkát, ide van becsavarva. Na, szerinted mit iszom? Becks, Radler vagy Soproni? Becks. Hát sajnálom, helytelen a válasz, mert én kérem szépen Radlert iszok, citromos Radler. Úgyhogy az általad választott dalt énekeld el nekem, amit választasz, bármit. I want to break free. I want to break free. Ez az. I want to break free from your life just to start to start. I need you. I got to break free. God knows I want to break free. Jó volt, haver, tényleg jó volt. És nem vártam meg a kérdést, geci. Sziasztok, magyarok! Sziasztok, magyarok! Cigányok vagyunk, de mindegy. Na, mik vagytok? Cigányok. Ja, jó, rendben. Na, én egy műsorvezető vagyok. Készen álltok egy játékra? Igen. Persze, nyomjuk, csesom, ez. Na, melyikőtök lesz a játékos akkor? Izé, mi? Ez a dadakli. Ezt ismerem, hogy kibó cikkel. Na, akkor elmondom a szabályokat a játéknak. Rendben? Na, mondj egy csesom. Na, az a helyzet, hogy én is sörözök, és akkor el kell találni, hogy milyen sört iszok. Háromféle sörmárkát elmondok, és elnyomnak, bazd meg. Sziasztok, sajok, mi a... de azt hiszik, hogy német vagyok. Guten Musik, aber ich bin ungarisch. Ja, ja. Ciao. Hello lányok, akire vártam. Szia! Hello lányok, akire vártam a moska. Hello lányok, akire vártam a moska. Hello. Hello. Mi a helyzet, haver? Semmi. Készen állsz egy játékra? Műsorvezető vagyok, készen állsz egy játékra? Igen. Na figyelj, az a helyzet, hogy én is sörözgetem, és elmondok neked három sörmárkát, várjál. Ez csak itt be van csavarva egy szennyes pólóba, hogy ne láthassd, és akkor elmondok neked három sörmárkát, és el kell találnod, hogy melyiket iszom. Ha veszitel, akkor énekelned kell, srác, és felteszek neked egy kérdést. Ha én veszitek, akkor én éneklek neked, és feltehetsz egy darab kérdést. Na, jó. Akkor próbáld kitalálni, vajon mit iszom? Redlert, aranyfácánt, vagy Soptonit? Háromból. Hát nem, sajnálom, Redlert iszok, haver, úgyhogy énekelned kell, de azt énekelsz, amit akarsz. Bármit énekelsz. Gyerünk, haver. Oh. Szorítok, na. Nincsen hangom. De nem baj, hát éneklés az éneklés, nem kell ide hang. Gyerünk, haver. Nyugodtan. Csak én vagyok itt. Nyugi már, na. Hát de vesztettél és megígérted, benne voltál a játékba. De nem vagy. Gyerünk, haver, akkor valami népdalt. Mondjuk a boci-boci tarkát. Boci-boci tarka, se füle, se farka. Oda megyünk. Igen? Ahol? Ahol tejet kapni. Na. Nem mondod. Na, ügyes voltál. Na, akkor jöhet egy kérdés? Igen. Van barátnőd? Nincs. Hogy? Pedig a te idődben én már csajoztam. Jöhet még egy játék? Aha. Na, az a helyzet, hogy én a sörmet... Entschuldigung. Oh, oh.
Sziasztok! Szia! Mi a helyzet? Mit csináltok? Éppen megyünk, nem tudom, csak úgy megyünk. Na, az is jó. Én meg egy műsorvezető vagyok, és meg szeretném kérdezni, hogy készen álltok egy játékra. Persze, igen. Na, remek. Akkor az a helyzet, hogy én itt éppen sörözgetek, és a feladatotok, hogy ki kell találni háromból, hogy milyen sört iszok. Ha eltaláljátok, akkor éneklek nektek, és feltettek tőlem egy kérdést. Ha veszítetek, okay. Ha veszítetek, az egyik ötöknek énekelni kell, és fel fog tenni tőle egy kérdést. Rendben? Oké. Okay. Be van, nem tudom, nézitek-e a képet, be van nekem itt csavarva, hogy ne láthassátok egyelőre. Be van itt csavarva, egy szennyes pólóba hozzáteszem. És akkor elmondom a három sörmárkát, és abból el kell találni, rendben? Oké, okay, jó. Na, akkor próbáljátok eltalálni. Mit iszok? Redlert, Sopronit vagy Borsodit? Olyan az elsőt. Redlert? Nem. Másodikat? Második a Soproni volt, harmadik a Borsodi, akkor most melyik? Akkor Soproni. Hát nem, sajnálom, mert Redlert iszok kérem szépen, úgyhogy az általatok választott. Hát először azt mondtam. Hát de megváltoztattad, nagyon sajnálom. Nem, eltaláltad. Jó, oké. Okay. Akkor énekelni fogsz? Énekelni fogok, de szerintem először jöjjön a kérdés, mert ugye még választok dalt. Kérdezzél bármit, nyugodtan. De csak egy kérdés. Szia. Nem tudom. Bármit. Hogy vagy? Köszönöm szépen, jól vagyok. Ha ez volt a kérdés, akkor szerintem énekelni fogok most, rendben? Oké, énekelj. Énekelem most a bikinitől a dolgozni. Hello, van kamerád? Nem látlak. És nagyon félek a sötét. Mit iszok szerintetek? Borsodit, Sopronit vagy Redlert? Borsodit. Nem, sajnálom, Redlert iszok, itt is van. Úgyhogy egyiketőknek énekelni kell az általa választott dalt, nyugodtan. Hát, hogyha nem tudsz dalt, akkor népdal is jöhet, tudod. Akármi, mondjuk a boci-boci tarka, vagy a csip-csip-csóka, tudod? Szerb jó lesz, hát csak azt tudjuk. Micsoda? Szerb zene. Jöhet külföldi zene is, csak énekeld. Krvavi Balkán, krvavi Balkán, idegas, krvavi Balkán, krvavi Balkán, krvavi Balkán. Csak ennyit? Tiszti máli boci, szúlici borci, nakrádi boci. Hogy mi tovább? Ti szerbek vagytok amúgy? És kifagytak? Kifagytak, geci? Kifagytak. Szara netjük, a szerbenet. Sziasztok! Sziasztok! Mi a helyzet? Mi a helyzet? Igen, sziasztok! Akkor szia! Szia! Hogyhogy nem? Teszed magadat? Hogy érted? Hogy érted? Hát, hogy teszed magadat. Nem. Nem. Hát... Akkor viszontlátásra. De most miért? De most miért? Mit követtem el, hogy ki kell nyomnod? Ki kell nyomnod? Neked is. Neked is. Nem tudom. Nem vagyok szimpi? Nem vagyok szimpi? Nem. És nagyon nem. Na, viszontlátásra. Megtudjátban. Jól van akkor. Ó, ezek a mai lányok. Wow. Halló? Csak nincs! Én megmondom nektek őszintén, hogy ez a chat alternatívozás kész szenvedés. Egyrészt vagy köcsögökkel találkozol össze, vagy külföldit kapok, vagy azonnal kinyomnak, szóval egy ördögi kör az egész. Remélem, hogy tetszett a videó, ha mégis akkor like, comment, feliratkozás. Nem hiszem, hogy gyakran fogok chat alternatívozni, mert kész szenvedés ilyen videókat csinálni, folyamatosan kivágni a jó pillanatot, és 10 perceket kivágni, mert onnan tök unalmas, meg semmi nincs ott. Szóval ez egy ördögi kör. Nem egyszerű, de még fogok ilyen videókat csinálni. Viszont, ja, na mindegy, hát béke veletek, és sziasztok! Megmondom nektek őszintén, ez a chat alternatív... Ez a chat... Na jó.